30-a, hónap már is elseje van, már úgy néz ki, mintha elkezdtünk volna ünnepelni, pihenni, de itt vagyunk, még dolgozunk. A mai este Skyway konferenciát szeretném elmondani. A új hírekről a legfontosabb, ami most történik, az, hogy a Vladimir Maslov és a Solar Frantisek, ugye a két Skyway Community tagja, akik vezetik a cégünket, elmentek Vietnámba, és a napokban, azt hiszem most már negyedik napja ott vannak, a napokban tárgyalnak a nagy befektetőkkel, a befektetőnek a vezetőkkel, akik szervezik ugye ezt a crowdfundingot, és ami legfontosabb, az a célprojekt, ami 100 millió dolláros, és ahogy a Solar Frantisek mondta, hogy 50 millió már ki van finanszírozva, el van készítve a pénz, és most ez a fő téma, hogy még a másik 50 millió dollárra megszerezzék, hogy az a 100 millió dolláros célprojektet el tudják majd indítani. A többi hírekről annyit szeretnék mondani. Ma még azt hiszem, hogy nem jelent meg a webirodába a kuponos akciós csomagokat, meghosszabbították május 14-ig, 11 óra este, ugye a moszkvai szerint éjfél, és addig még lehet kihasználni ezeket a kuponrendszert. Miért csinálták ezt? Hát látjuk, hogy mennyi gondunk van most a befizetéssel. Igazából a kártya befizetés nem működik, ez sajnos a CoolPay nem dolgozik a másik cégekkel is, akivel, ha valaki dolgozik, a Duino, meg mit tudom én, a többiekkel, és van egy Mastercardja, ami próba szerint működik, de a Skyway-ba még nem rakták be. Ezt úgy volt tervbe, hogy ebbe a héten el fog indulni, de én is próbáltam többször napokban, nem működik, többi üzlettársunk is, úgyhogy nem. A Capitalist az működik valakinek, nekem az sem nem működött, de 8-10%-ot levon, és nagyon-nagyon bonyolult, úgyhogy nem ajánlom senkinek, ne is próbáljátok. Banki utalás az működik. 2-3 volt olyan, most a legutolsó az enyém 4 nap alatt érkezett be, és ami működik, a USD Tether, azzal könnyen a macedónok azt használják, lehet Dogecoin is, vagy Ripple, Bitcoin is működik, csak 20-30 dollárt le van egy utalásra, és nem érdemes kisebbeket, meg a Ethereum. Azt nem tudom, mennyit von le, ha valaki esetleg utalt-e vele. Hogyha kriptovalutával működnek, a Perfect Money az működik, de ott is még beutaljuk a Perfect Money kártyával, ott is 5-6-8%-ot levesznek. Úgyhogy gond van ez a befizetésekkel, mondom, nem csak a Skyway-nál, hanem a többi cégeknél is. Ez egy ilyen politika, ami Európa és az orosz országok, Belorusszia, Oroszország, meg nem tudom még melyik országokkal történni ezek a befizetések, és akkor ezért vannak ilyen gondok. Egyszerűen nem akarják, hogy Európából menjen ki a pénz, ami logikus is, de mivel minden legális, úgyhogy tudnak csinálni ilyen fékeket, problémákat, de utána meg kell engedni, és működni fog majd tovább. Azt tudom, hogy a Kudrasov igazgató a Skyway Community-ba éjjel-nappal dolgozik azon, hogy találjon más megoldást, de ahogy tudom is, hogy hetekbe tel egy új szerződés, mert azoknak is el kell küldeni minden
certifikátot, meg minden, hogy ez létező cég, ugye nem valamilyen csalás, és még ők megvizsgálják, erre már elmegy egy-két hét. És akkor vannak még más megoldások. Remélem, hogy már jövő héten tudunk fizetni újból kártyával is, mert az a legegyszerűbb, és akkor tudjuk megvásárolni a csomagokat. A másik, ami történt most ezen a héten, én igazán hétfőtől ma délután olyan 4:30-ig én telefonáltam. Percenként jött 3-5 SMS meg Messenger, WhatsApp, Viber üzenetek, úgyhogy rengeteget töltöttem ezzel. Nagyon sokan szeretnék ezeket a csomagokat, és még Svájcból is annyian jelentkeztek, olyan országokból, Görögországból, ahol nincsenek kis üzlettársaink, most új országok is nyílnak, úgyhogy sokan akarják befizetni, és egyszerűen nem tudták, hogyan. Én őszintén megmondva, aki már $200-300 szeretne befizetni, akkor mindenkit a banki utalásra, de attól féltek, hogy pénteken, ugye ma éjfél előtt, ma 11-kor lezárják, de tudtam, hogy ha ilyen probléma van, akkor meghosszabbítsák. Én írtam a chatbe, és nem válaszoltak semmit, de most a délután a Irina írt egy orosz üzenetet, hogy meg lesz hosszabbítva ma éjféltől még 14 nap, úgyhogy ennyi ide alatt saját bankot kellene alapítani. Ez volt nekik a tervükbe, igen, de ez is egy procedúra, 1,5-2 év, és rengeteg pénz kell hozzá, meg szakemberek, tudom, milyen nagy munka, mert egy bankárossal erről beszélgettünk, úgyhogy több tárgyaláson is voltam, de igazából az lenne a legjobb, akár Litvániába, vagy Dubájba, vagy Cipruson valahol nyitni. Litvánia az, meg Esztónia, ezek az országok, ahol ott is vannak sok tagok, és nem volna rossz. Csak hogy a Junicki természetesen nem erre a üzletágra szeret menni, és akkor azért. Én gondolom, hogy ha most nekik sikerülne találni egy olyan nagyobb befektetőket, több millióval Vietnámban, hogy vigyék el legalább a fele 15. fázist, akkor sokkal könnyebb volna nekünk is, mert nem haragudna senki tőlünk se, hogy eladnák a felét, még ha az egész 15. fázist is, ugye? Úgyhogy nem haragudnánk arra, hogy befejezzék. Nekünk is jelentkeztek már nagy befektetők Amerikából is, de még nem sikerült találkoznunk velük, úgyhogy jó, ez nem lenne még 1 millió se, de Vietnámban tudom, hogy nagyon nagy érdeklődés van, és van olyan potenciál, aki több millió dollárról is be tudnak menni. Azt tudjuk, hogy a 15. fázis, ugye, nettó 25 millió, bruttó 35 millió dollárt kell összeszedni, hogy befejeződjön a 15. fázis is. De hogyha már elkezdtük a 5., 6., 7. fázisba ezt az üzletet, és most már itt vagyunk, hogy júliusra tervezik az időpontot a 15. fázisra, akkor igazán már vége fele vagyunk az egésznek. A cég alapítója, ugye tudjuk, hogy a Junicki úr, aki ezt az egészet mindet szervezi, és most már 72 éves lett, most áprilisban, úgyhogy, de még nagyon jó, hogy mi szoktuk mondani, jó állapotban van, jó egészségben, és igazán egy fantasztikus ember, aki megismerte, és örülünk, hogy ilyen ember vezet bennünket, aki egy okos, aki tudós, előrelátó, több 10 évre előre már írta a blockchainról, ugye, én olvastam egy ilyen PDF-be volt, angolul meg oroszul volt,
és akkor ő már látta a blockchaint, még a bitcoin se indult el, nem tudom mikor volt, több mint 10 éve, írt ilyenről, hogy egy ilyen blokkláncról, hogy ezzel fog majd az ő szállítási rendszere működni. És mindig ugye, ahogy a blockchain a blokklánccal kapják ezek a járművek a irányítást. Miért fontos a blokklánc a Skyway Hur technológiába? Azért, mert tudjuk, ha mi adunk egy információt valakinek, és ha az interneten megy, akkor mindig van egy olyan esély, hogy valaki azt megállítsa az információt, átirányítsa. Például egy jó csoport hacker, és meg tudnak állítani, vagy visszafele fordítanak. Ugye soha nem tudjuk, hogy mennyi támadás lehet erre a konkurencia véget, és meg stb. Meg ilyen valami. De azt tudjuk, hogy a blokklánc, mikor elindul, mikor kiadnak egy információt, nem létezik olyan számítógép, ha összeszednék a világ legerősebb számítógépeket, mindet, akkor se tudják visszacsinálni a blockchaint. Ezért, mikor valakinek utalunk bitcoint, akkor ha eltévedünk például, elutaljuk valaki másnak, soha nem tudjuk meg, hogy kinek utaltuk, nem tudunk üzenetet küldeni neki, és ő se tudja, hogy kitől kapta meg, és egyszerűen nem szabad tévedni. Nagyon jó, mert nagyon gyorsan, meg olcsó, meg minden, de most nem akarok sok előadást tartani erről, és nem vagyok valamilyen nagy szakértő, de alap dolgokat ugye ismerem. És ezért, ha a blokkláncon keresztül megy az információ, akkor azt nem tudja senki leállítani, és az a Unibus, ami elindult, és ott az állomáson meg kell, hogy álljon, akkor az pontosan oda megy, úgyhogy nincs olyan hacker, aki ezt le tudja állítani. Ez nagyon érdekes, mert én nem is tudom, hogy még létezik a világon egy ilyen rendszer, a szállítási rendszer, ugye? Blokkláncot már használják sok mindenre. Egy, ami nagyon jó, ha egyszer majd bevezetik, a élelemre, mert akkor ott pontos meg lesz, hogy melyik farmon, melyik földen, mivel művelték, milyen adalékot, mivel mennyi vizet, minden pontos arra a termékre, mikor volt bepakolva, abba pillanatba, hol, mikor utazott, ez minden benne lehet, és nem lehet csalni. Úgyhogy a élelemre nagyon jó volna, mert akkor mindig tudnánk, ha például veszünk egy boltba egy fagyasztott harcsát, hogy most az Vietnámból, vagy Spanyolból, vagy valamilyen északi hideg tengerből, ami tisztából jött. Vagy a Vietnámból, ahol ott valamilyen piszkos, használt vízbe termelt, nem termelték, hanem ottan, hogy mondják azt a halat, mikor meg ott növelték fel a halakat. Tenyésztettek, igen, na köszönöm szépen, ahol tenyésztették, ugye? Úgyhogy nagy, sok minden érdekes dolgot lehetne a blokklánc, a blockchain technológiával elindítani. Természetesen a Skyway is tervezi a tokent, most nem volt még új hír, ezt a legutolsó konferenciát a Alexei Suhodolovot sajnos nem sikerült még meghallgatnom, azért mert ennyi telefonálás, meg ennyi üzenet mondom, nem volt. Ez olyan, mint 4-5 évvel ezelőtt, mikor indultunk el a Skyway-al, akárhol tartottam előadást, nem hittem el, 100% mindenki belépett, és mindenki vásárolta a csomagot. Én nagyon lelkes voltam 2016-ban, 2017-ben, mert akárhol, ha Eszéken tartottam, Belgrádba, vagy Szabadkán, Zágrába, mindenhol mindenki belépett, és mindenkinek tetszett ez a program, ez a crowd investing, és az egész. Én gondolom, hogy itten jó, voltak néhány csúszások is,
volt a pandémia, meg minden, de egy pár év után, mikor a cég kimegy a tőzsdére, mikor meg lesz az az érték egy vagy több dollár, akkor mindenki elégedett lesz, és örül, hogy egyszer valamikor megvette. Én is már jártam úgy, 3 évvel ezelőtt, mikor a Bitcoin felment a 20 ezer dollárra, akkor az a november-decemberben egy csapat, 15-20-an voltunk, ahol vásároltunk rengeteg féle kriptovalutát. Ugye már azt gondoltuk, hogy a Bitcoin elérte a csúcsot, bár mi akkor is mondták, hogy 1 millió dollár lesz, és megvettünk sok olyan kriptovalutát, mint Dogecoin, vagy mit tudom én, a többiek is, ami pár cent volt. És akkor az ember várja 1-2 évig, és akkor azt mondja, ebből nem lesz semmi, és akkor eladja azt a kriptovalutát. Igaz, a Dogecoin duplán kerestem, de mit történt? Ha hagytam volna még egy hetet, akkor nem duplája, hanem 40-szer több lett volna, én megálladtam a dupla pénzért, ugye? És ez lehetséges ugyanígy is. Lehet, hogy valaki nem tudja kivárni még a tőzsdét, ha az idén vagy jövőre a cég azt mondja, hogy most mi visszavásároljuk, nektek eladtuk 1 centért, valaki még olcsóban is megkapta a egy részvényt, és most visszavásároljuk, adunk nektek 20 centet, ugye? Az 20-szor vagy még többször, az fantasztikus, az nagyon jó, mert befektettem 1000 dollárt, most meg eladom 20 ezerért. Az óriási üzlet, és nagyon jó. De, és ha 3 év múlva 5 dollár lesz, nem? Akkor lehet, hogy sírni fogunk. Lehet, hogy nem, sajnáljuk. Ugye, én eladtam 2400 dollárért az én Dogecoinomat, és egy hét múlva, amikor megnéztem, nem bírtam elhinni, 44 ezer dollárt ért. Csak egy hét után. Úgyhogy néha el kell felejteni a részvényeinket, a coinunkat, mert ha befektettünk pár száz dollárt, akkor attól nem leszünk se szegényebbek, se gazdagobbak, de egyszer lehet, hogy felmegy az ára. Hát sajnos nincs olyan óránk, vagy valamilyen gép, hogy megtudjuk, hogy mennyi lesz az értéke 1-2 év múlva, de meg lehet látni, hogy olyan komoly cégek, akik világszerte felépítettek nagy üzletet, akár egy ital, egy Coca-Cola, ugye azt is tudjuk, vagy nem mondjuk most a Microsoftot, ugye mindenki használja számítógépeket, meg ilyen valamilyen nagy cégeket. De vannak olyan cégek, ahol olyan terméket, vagy olyan szolgáltatást adtak, hogy minél több ember használja. Nekem ez húzott engem a Skyway-ba. Hogy mindenki tudja használni, minden városba fel lehet építeni, 8-10-szer olcsóbban, mint a másik szállítási rendszereket, nem kell építeni alagútokat, akkor drága viaduktokat, hanem egyszerűen, és modern technológiával. És akkor gondolkodtam, mikor elindultunk a Skyway-el, hogy milyen nagy potenciál és milyen nagy lehetőség. Akkor emlegették a Indiát, hogy egy nap 1 millió ember megveszi azt a jegyet, hogyha nem tudom, 1 rupia az ára, akkor is 1 millió rupia. Egy év alatt hány millió forgalom lehet? És én leszek ennek a cégnek, ennek a részvénynek, részvényes, résztulajdonos, és kapok osztalékot. És én hiszem eztet, hogy ha most nagyon jó helyen, ugye Dubajba, Sárdzsába indulnak a projektekkel, bejelentették, hogy az idén már elkezdik tárgyalni az európai projekteket, ez már az idén évvégére vagy jövőre már annyira haladnak, hogy kezdik aláírni a szerződéseket is, és csinálják a projekteket, és lehet, hogy már jövőre kezdik Európába is építeni. És tudjátok, hogy van az. Mint mikor az óvodába valaki, kisgyerek valamit, van egy új játékja, vagy egy új csokoládéja, és akkor a többi gyerek meglátja,
hogy mi van neki, én is ezt akarom. Ugyanúgy van ez is. Ha egyik országba, ha nem tudom, Varsóba felépítenek egy projektet, akkor meglássák Csehországba is, utána Magyarország, akkor románok megnézik, ausztriaiak, olaszok, és egyszerűen így terjed majd a többi. Az első a úttörő, az első projekt. Az nagyon jó, hogy Dubajba indultunk, mert ottan merészek, van pénzük nekik, szeretik a modern technológiát, szeretnek megmutatni valamit, amiben elsők, legjobbak, legnagyobbak. És én szerintem nem tudom, hogy létezik-e jobb ország egy startra, mint az Egyesült Emírség ország, ugye? Úgyhogy én ott voltam 6 napig, 2 évvel ezelőtt, és láttam, hogy ők nagyon szeretik ezt a luxusot megmutatni, hogy a Burj Al Arab az a hotel, ahol 7 csillagos, ott tudom, még MVS-tünk, akkor a legmagasabb szponzoraink voltak ottan, ahol nem tudom, 20 000 euróért lehet elszállni egy nap egy hotelba. És már akkor úgy így gondolkodtak. És látjátok, hogy a minden bemutatóra, amit most a YouTube-ra felteszik, és igen, köszi, Dani. És látjuk, hogy mindig a Skyway-t emlegetik. Mindig megvan az, hogy a Skyway a mi legfontosabb közlekedési partnerünk. Úgyhogy ez nagyon érdekes, és nagyon, nagyon jó, hogy ott indultak el. Ez a 2-3 hónap még, hogy elhasználjuk ezt a, úgy mondjam, a 14. fázist, akkor már egy pszichológia is meg lesz mindenkinek, na most már bent vagyunk a 15. szakaszba, utolsó, és ez az utolsó lépcső, amit nekünk meg kell tenni. Mikor kész a 15. fázis, akkor mi, mint befektetünk, abszolút többet a cégnek nem tudunk segíteni semmiféleképpen. Esetleg olyan, aki keres munkát, és felveszik a cégbe, mint mérnök, vagy valami, azt tud segíteni, de mi többet nem tudunk segíteni. Nekünk a crowdfunding eddig tartott. Ezért a múlt konferencián sokat mondtam a Skyway Community tervekbe, hogy ők egy ilyen befektetői alap, legnagyobb befektetői alap szeretnének lenni, úgy gondolom, mint minden országból a világon legtöbb tagjai, ezek természetesen mi kis befektetők vagyunk, nem vagyunk olyan, hogy milliók, meg milliárdok, de és erre akarják csinálni tovább, és a célprojekteket. Ha van egy érdekes célprojekt, van egy ilyen stúdium, amit elkészítik, hogy mikor van a pénz visszatérítés, hogy érdemes-e megcsinálni, ez nélkül nem csinálják a Skyway-ba egy projektet se, és lesznek ilyen kiszámítások, hogy ú, szuper, most ez a, mit tudom én, 250 kilométer hosszú, mondjuk rá összeköti Pozsonyt, Prágát, Bécset, Budapestet, Ljubljanát, Belgrádot, Zágrábot, egy ilyen projekt, és hiányzik pénz hozzá. Na, akkor itten a Skyway Community beszáll, és megmondja, mi nem tudom, 40-50% pénzt szedünk össze, és erre a projektre. Ide meglátjátok, hogy lesznek sok nagy befektetők, és igazából ők úgy számítsák, hogy ilyen 4-6 hónapig csak szedjék egy ilyen projektre a pénzt. Ezt nem ők találták ki, hanem csináltak ilyen számításokat reklámmal együtt, természetesen mi is aktívan dolgozunk, megkapjuk a jutalékot erre, és így akkor összeszedik annyi millió dollárt vagy eurót, ami szüksége lesz. A másik részt lehet, hogy EU támogatás fizeti, akkor a városok, országok, és így összejönnek a pénzek, amit
amit a ilyen fantasztikus célprojektekre, mert mindenki szeret utazni. Jó, most kevesebbet utazunk, igaz, de egyszer véget ér ez a pandémia is, és el akarunk utazni, most Budapestről, ha Ljubljanáig utazunk, akkor olyan 3,5-4 óra kell, ugye? Na, de ha beülünk egy gyors unibuszba, ami 500 kilométerrel megy, akkor lehet, hogy még egy óra se nem kerül. Ha felülünk a repülőre, egy óra, másfél óra minimum ott kell lenni a repülőtéren, még meg lesz a checking, mire odaérünk, még felszáll a repülő, az is elmúlik 2-3 óra. Úgyhogy autóval repülve majdnem egyforma. De a Skyway-jal ott vagyunk 45 perc alatt, vagy egy órán belül, ha nem tudom, megáll még egy pár helyen. De az az érdekes, hogy nem egy vonat meg egy nap, hanem mit tudom én, 6-15-25 utas utazik, és többször, ahogy eladják a jegyeket, úgy tudják ezeket a gyors járműveket berakni, és az embereknek nem kell várni, hanem lehet, hogy minden órában, minden két órában megy, és akkor így tudnak tervezni is a megbeszéléseket, tárgyalásokat, tud dolgozni. Egy ljubljanai tud dolgozni Bécsbe, vagy Pozsonyba, vagy akárhol, mert ott van fél óra, 45 perc alatt, és minden nap tud utazni éjjel, nappal. Na ez a Skyway technológia, ez egy újdonság, ez az emberek nem tudják elhinni. Én beszéltem legalább 30, több, mert csak Macedóniában egyszer ott volt több mint 15 polgármester, 40-50 polgármesterrel, és higgyétek el, hogy ők is, akik foglalkoznak, meg tudnak nagy dolgokról gondolkodni is, nagyon nehezen hiszik el, hogy ez majd egyszer megy. Hát mondom, én már ültem benne, megmutatom a videót, működik igazán. Na, majd meglátjuk. Jó van, itt van most a sárgyába elindult a 400 méteres, most a 2,5 kilométeres, most májusba tervezik elindítani, utána építik ugye ezt a 15 kilométerest a dubai központba, na az lesz egy szuper nagy reklám, az biztos, hogy benne lesz majd a sok tévéműsorban, látjátok, hogy most Franciaországban is egy műsort csináltak. Igaz, még a újságírók sem nem tudják a pontos információt, ugye? Másképp mondják, nem értik a technológiát, hát honnan értsék meg? Mi itt benne vagyunk pár éve, és tudjuk, hogy miről van szó, de valakinek el akarjuk mondani, az másképp nem tudja pontosan, ezt el kell olvasni, tanulmányozni, sok mindent meg kell tanulni, hogy elinduljanak, csak így kicsit előrehajtom ezeket a csomagokat, ezt már tudjuk. Na, ahogy a gyártás is egy új technológia, a utazás, ez mind. De ha egyszer elindul valahova, és akkor megmondják, nézd, ottan működik most már egy-két hónapja, már nem tudom hány millió blockchainban, pontosan meg lesz, hogy hány utas utazik, mindig tudni lehet, megvan a statisztika, ami nagyon fontos minden üzletre, ugye? És azt mondják, nézzétek, itt egy hét alatt 12 millió ember már utazott ezzel. Akkor ez már egy igazi, valódi projektnek számít, és akkor nagyon könnyű lesz eladni, mert akkor ezek is akarják, azok is akarják, és azt hiszi mindenki, hogy ez a legdrágább, mert minden új mindig a legdrágább, nem tudom hány milliárd, és akkor kiszámítsak nekik a Skyway-ből, hogy ez nem tudom, egy kilométer, 4 millió, itten valami drágább lesz, itt 6 millió lesz, de nem lesz 20, meg 30, meg 100 millió egy kilométer. Egy metró akár 60-80 millió dollárba is kerülhet egy kilométer. Nekünk egy 10-szer minimum olcsóbb. 10 kilométert fel lehet építeni, teljes felszereléssel, minden járművel, nem tudom, ebbe prezentáció beraktam-e azt a szobát, ahol mutatják,
ezek az előnyek, ugye ezt ne mondjam mindig, mindjárt megtaláljuk ezt a, azt hiszem, hogy itt benne van, ugye kötöttek szerződést és mindent, így kicsit előrehajtom ezt a prezit, ezt már láttuk mindezek. Na, ezt akartam megmutatni. Ugye ez most az interneten megy ez a kép. Itt van 2-3 ember, úgy, mint a irányító toronyba a repülőtéren, és egy projektbe csak figyelik, hogy minden rendben van, minden automatizált, úgyhogy nagyon jó szoftver technológia is van. Ezt mi már láttuk, mert egy laptopon az egész Marina Gorkába vezette egy személy, egy technikus az egészet, és csak figyelte, és mi ott voltunk 5000-en, sorba vártuk, hogy utazzunk azt a 2-3 percet. És nagyon kényelmesen érezte mindenki magát, úgyhogy nagyon, nagyon szuper. És ez az a új technológia, amit a Skyway-ba kínálnak. Na ez egy újdonság. Sokszor szoktam elmesélni, hogy 1906-ban, 8-ban, nem emlékszek, Varaždin az egy város ottan Nagykanizsától nem messze, mikor átmenjünk Horvátországba, akkor az első autót egy gróf odahajtott a Bécsből. Benzines autó volt, és akkor az emberek felszaladtak a fára, elszöktek tőle, azt mondták, hogy ez egy valamilyen, valami, annyira féltek tőle, hogy olyan ördögös autó, ördögös kocsi, így nevezték, mert nem volt előtte ló, aki húzza, hanem magától ment. És mi van most? Most a családokban 3-4-5 autó van már. És mindenki használja. Akkor tudom, hogy mikor elindultak a mobiltelefonok, és akkor mondták, Japánban már van olyan technológia, hogy látjátok egymást két mobiltelefonban, mert letesztelték. Mi van ma? Hát ma nem is tudunk másképp beszélni, ha a Zoomon, a Skype-on, a mobilon, WhatsApp-on nem nézzük egymást, ugye? Jó, néha nem sminkelünk ki, nem nincs frizuránk, akkor nem kapcsoljuk be a kamerát. De ez mindenki megszokta. Mennyi idő kellett, hogy megszokják? Hát 1-2 év. Volt olyan, aki azt mondta, nem, én az öreg telefonomat fogom használni, az én bátyám az egyik. Mind a két bátyámnak most van okos telefon, és használják. Ú, de milyen jó! Amit mi 2-3-10 évvel ezelőtt már, ugye, mikor indultak ezek a okos telefonok, én se tudom. Na, most jön nekik ezek érdekes dolgok, de használják. Ugye? Akkor szoktuk nézni a tévén, hogy Új-Zelandi ott valamilyen szigetek, meg Afrikába, ilyen valahol Ausztráliába mennek a turisták egy valamilyen faluba, és akkor, mikor jelzik, hogy jönnek a turisták, akkor gyorsan eltakarják a tévét, a mobiltelefon, mind felöltöznek úgy, mintha 5-10 ezer évvel ezelőtt úgy élnének. De már ők is használják a technológiát, és ott vannak. Ott van a legnagyobb hackerek Afrikában, Nigériában vannak. És mindenki elfogadja az új technológiát. Így lesz majd a Skyway-ba is. Az normális lesz, hogy lesz egy applikáció, ami már van, és csak oda kattintsunk, mikor bemegyünk az állomásra, vagy a járműbe, ugye, mint a repülőtéren a jegyet csak, nem kell most ki se nyomtatni a jegyet, hanem csak azt a QR kódot, rátesszük, és bemegyünk. És akkor fogja majd leszedni, most vagy tokennal, vagy valami pénzzel, attól, hogy most hogy szerződnek, milyen ország, hogy lesz, de tudjuk, hogy úgyis a digitális valuta lesz, most már euró meg a dollárról is. Arról beszélnek, kínaiak is akarják bevezetni. 10 év múlva papírpénz már nem lesz, azt már mindenki tudja, és erre már készülnek. Úgyhogy előre meg kell venni, lesz egy ilyen balansz, egy számla, amit fel tudunk tölteni minden állomáson, minden applikáción ugye csak feltöltjük a bankszámláról, vagy kártyáról, ha léteznek kártyák, már lehet, hogy az sem nem lesz,
hanem egyszerűen csak leveszi, feltöltjük és utazunk. Mikor kiszállunk az állomásról, akkor leszedi. Olyan, mint a horvátországi autópályán az a ENC, nekem van egy olyan, mint egy egér, ugye, amit most tartok a kezembe, épp erre is hasonlít, és tartom ott, amikor megyek az autópályán be, akkor megmondja, van ennyi kóna rajta, és mikor megyek ki az autópályára, akkor ennyi kónát leszedett. Ugyanez most megvan már az applikáción is, vagy a weboldalon, webirodában látom, hogy mikor, milyen pillanatban, hol voltunk. Na, ezt az applikációt már készítik, úgyhogy már lehet, hogy az idén, vagy jövőre biztosan már több projektbe is fogják használni, és így fog működni. Nem lesz ott egy, nem tudom, magyarul konduktőr, az, aki régen a buszokba szedte össze a pénzt, és fizettük. Mikor elindult a busz, akkor jött az ember, és akkor adott egy jegyet, mi meg kifizettük a busz jegyet, ugye? Későbbiekben ezt megszüntették, most a sofőrök csinálják, utána most meg már bárhol megvehessük a jegyet. Na, ez természetesen modernizálódik, és hogy gyorsabban menjen az utas, meg minden, ne állítsák meg a rendszert, akkor ezt így fogják ugye szervezni az egészet. A Sharjah-ba látjuk a új képeket, ezt több Facebook csoportokba is, meg az interneten, a YouTube-on meg lehet látni, hogy szépen épül az. Én ilyen, itt van mellettem a Hotel Astana-ba voltunk ott a Dubajba, és egy ilyen fél literes flakon víz, mikor megittem, akkor feltöltöttem ottan ebben a homokkal, ilyen barna homok, hoztam haza. Úgyhogy van bőven, a Junicki azt mondta, hogy 30 méterig is leástak, és mit találtak? Homokot, úgyhogy nem volt szikla, se föld, se semmi, és nagyon érdekes volt, és azért is tartott 2 évig ez az építkezés, míg rájöttek sok odavalósi mérnökökkel, együtt tervezték, hogy hogyan húzzák majd ki ezeket, jó, a alapot a épületekre az tudjuk, hogy csinálják, ugye, ott nagyon magas, legmagasabb is, ugye, a Burj Khalifa, legmagasabb épület a világon. 50 euró, ha oda fel akartok menni, kicsit körülnézni, annyi a belépő. És órák hosszát kell várni, azért mindenki interneten megveszi a jegyet, de akkor is, a szlovén barátaim vártak majdnem 1 óra hosszát, hogy feljussanak. Én elmentem egy masszázsra, én nem mentem oda fel. Mondtam, majd legközelebb jövök, akkor felmegyünk. Na, ezeket az oszlopokat ugye külön ki kell leásni is, meg betonblokkokkal fixírozni, hogy fixen álljanak, meg még ilyen lekötni több helyre, hogy pontosan ugye nem mozogjon, mert tudjuk, hogy a Skyway 50 év garanciát ad, és 100 évre tervezik, hogy ezek megmaradjanak a sínek is, meg mind. Most azt hiszem Ausztriából, azt hiszem Bécsből napokba, vagy már lehet, hogy odaértek a sínek, és speciál síneket fognak felrakni ide ez a 2,5 kilométerre, és akkor májusban már ezt is elindítsák, hogy lehessen utazni itten vele. Még nem láttam egy képet se a sinekkel, majd ha odaér, akkor ezt felrakják. Azt hiszem, hogy ma lett egy új hír, hogy a Suezi kanál isra a Skyway-nak van egy nagyon jó megoldása, hogy ilyesmi ne történjen, és nagyon-nagyon olcsó fel lehet építeni, és 60 perc alatt, ha jól tudom, most elfelejtettem, ki lehet üríteni ezeket a konténereket, meg továbbvinni, ugye másik hajóra átszerezni, és sokkal-sokkal gyorsabb. Olvassátok el, bent van a webirodában, magyarul is megvan ez a cikk, nagyon érdekes. Úgyhogy a Junicki és a csapatja, ugye,
olyan 6-700 dolgozó van, mérnökök, aki kész. Egy célprojektet 4-500 mérnök is készíti. Ez később tudjuk, hogy a Junicki tervez egy akadémiát, egy főiskolát, és külön egy szakma lesz, amit a gyerekek majd tanulják, hogy a Skyway tervezők legyenek, kivitelezők, dolgozói, akkor azok, akik irányítsák ezeket a célprojekteket a belső szobába, és látjuk, hogyha ilyen sejkek is, ez eredeti sejk, a sárgyai sejk, aki beült, és ez a miniszter, miniszter, a közlekedési minisztériumnak a főnöke, ez, aki ittem kívülről nézi, és őtet látjuk mindig ezekbe a videókba, havonta legalább 2 videót, ilyen előadásokat a technológiáról, Sharjáról, amikor beszélnek, akkor általában ő tartja a fő előadásokat, úgyhogy mindig ott vannak. Várjuk eztet, a célprojektet, ami 130 kilométer, a Sharjah és Kaurfakkan másik kikötőre. Eztet még nem tudom pontosan, már volt olyan, mondtam én is, hogy aláírták ezt a szerződést, de hivatalosan ez nem, mondta a Solar a konferenciákon, hogy ezt már megkaptuk, de én még nem láttam a szerződést. Most olyat hallottam, hogy többen pályáztak erre, és remélik, hogy a Skyway kapta meg. Bár igazából mondták azt is, hogy ez már készen áll, és a Skyway már készíti a projektet erre. De várjuk meg a hivatalosan, ez egy óriási, és 3,5 évig fogják, ha a Skyway építi, 3,5 évig fogják ezt építeni. Természetesen itt ez a konténeri rendszer, a kikötői rendszer, mert tudjuk, hogy a Skyway-nak van egy ilyen kikötői rendszer, tudjuk, hogy van lineáris városok, ami Szaúd-Arábiában is nagyon érdekes lesz, mert ottan készítik azt a új várost, ami minden természetes, abszolút autóval nem lehet majd bemenni, és automatizálti városi közlekedés lesz, ami nekünk pontosan egy ilyen városra a Junicki kitervezte a teherszállítást és utasszállítást, meg ezek te okos, smart city okos városokat, amik vannak. Ugye ezt is már többször mondtuk, hogy ez az a Szaúd-Arábiai üzletemberek, a ERI, a legnagyobb építési cég, nem csak Egyesült Emirát, nem csak Szaúd-Arábiába, hanem az egész régióba, és ők is jöttek megnézni ezt a technológiát. Látjuk, fényképezik, mint régen a japánok, most a kínaiak. Úgyhogy ők is nagy érdekelség van erre. Ahogy mondtam, ez a 15 kilométeres útvonal, ez 7 cég jelentkezett, állítólag egy cég már reklámozza, hogy ő fogják építeni. Hivatalosan nem tudom, hogy meg-e kapták. Tavaly kellett volna, de csődbe ment az a cég, akinek kellett volna építeni. Azt mondta a Maslow is, hogy 60%, meg a Solar Frantisek, 60% cég Dubájba és környékén tönkrement tavaly, ez a pandémia véget, mert nagyon sok finanszírozás leállt. Egyszerűen a investitorok, a befektetők leálltak, nem mertek befektetni, úgyhogy a cégeknek meg természetesen voltak költségei, és nem tudtak muszájt becsukni. Itt látszik, ez a egy videóról van ez lefényképezve, ami 2,8 kilométert írtak. Van az a 2,5 kilométer, meg 400 méter. De mindegy ez, úgyhogy itt lesz a Sharjah repülőtér, Road az az utca, és University City az a egyetem, egyetemvárosnak a
utcája, ez a 2,8 kilométer lesz, ami most májusban ugye meg akarnak nyitni. És ezt, amit mondtam, hogy ez az ember, ez mindig, minden videóban legalább egy 10-20-30 másodpercről beszélnek, meg mutatják a Skyway-t, mint közlekedési partner. Nagyon jó elfogadták, és ha egy ilyen ország, egy ilyen gazdag, modern ország elfogadja, akkor szerintem abszolút minden európai, ázsiai ország is utána el tudja fogadni ezt a technológiát. A világkiállításon, ami októberben indul, ezek a projektek meg lesznek ottan mutatva, és minden látogatót, még most is több millió látogatót várnak, elhívják a Sharjahba, hogy jöjjenek, és élőbe próbálják ki, utazzanak ugye a Skyway járművekkel. Dubai Exportra hogy fogunk menni? Hát igazából ugye a tavalyra szerveztük ezt az expót, ami októberben lesz. Az idén még nem mertük elkezdeni szervezni, még ezek a utazási irodák is nagyon szégyellősen szervezik. Nem tudjuk, hogy milyenek lesznek a feltételek, hogy be kell, hogy ócsuk magunkat, vagy valamilyen negatív COVID-teszt. Úgyhogy nehéz most még szervezni, tervezünk menni. Sokan jelentkeznek nekem, hogy mi van, hogy van. Mi úgy terveztük a tavalyit, hogy egy hajóutazás, és akkor 3 napig lennénk Dubajba, 3 vagy 4 napig. A többi meg Ománba is, meg Abu Dhabi, Dubai és a Omán városába, most nem tudom, mi a neve. És ez olyan 1100-1200 euróba kerülne repülővel, 3 éjjel a Dubaiba a szálloda, az autóbusz is benne volt, meg a hajón az all inclusive, ugye? És olyan 1100-1200 euróba került volna ez az egész. Most, ahogy látom, ez a Costa hajó cég, vagy utazási cég, ez most még olcsóbbak az utazások. Ilyen 300 euróért már Olaszország, Spanyolország lehet menni egy személynek. Két személynek ilyen 550-600 euróba all inclusive a hajón. Ugye nagyon olcsók lettek, ugye, mert az emberek nem utaznak. Úgyhogy lehet, hogy majd Dubajra is körbe ennyi lesz az ára. Meglátjuk most még egy 2-3 hónap. Hát ha októberbe akarunk menni, akkor olyan augusztus végén már akkor meg kellene szervezni mindent és lefoglalni, úgyhogy akkor meg tudjuk nézni a helyzetet. Most nem is merünk szervezni meg előre. De szeretnék elmenni, úgyhogy, mert ez a kiállítás ez nagyon szuper. Jó, nem muszáj októberben mehetünk, mint novemberben, vagy decemberben is, ugye? Úgyhogy nem gond, majd egész márciusig tart, ugye 176 nap, és kaptam hivatalos választ, hogy minden nap a Skyway ott lesz, úgy van szerződve a expóra. Úgyhogy bemutatnak ottan mindent. Mit is felejtettem el, a tokenről nincs semmi új információm júliusra, és hát szerintem júliusban akkor a token is, meg a 15. fázis. Most itt van, használjuk ki még ezt a 2 hetet, ezeket a kuponokat, nagyon jó vásárolják az emberek. Azt tudjuk, hogy most csak 5 hónapra lefizetésre vannak a csomagok, nincs többet 10 hónapra, és ez is egy mutatvány, hogy le akarják zárni a 14. fázist. Úgyhogy, nem is láttam, már majd 9 óra, már jó elhúztam, én
amit most ezeket az újdonságokat így fejből azt hiszem mindent elmondtam. Holnap egy május 1-e van, nálunk nagyon divat a grillezés, hozzám is jönnek a barátaink, itt van, elmulladtak az esők, szép idő lesz. Pihenünk kicsit a hétvégén, a vasárnap a oroszok meg a szerbek ünneplik a húsvétet, úgyhogy most egy 2-3 nap kicsit csendbe leszünk, pihenünk a családdal, úgyhogy jövő héten akkor természetesen pénteken megint találkozunk, és online közvetítés Dubaiba, azt nem tudom. Lehet, hogy lesz valami, igen. Ezt nem tudom. Szép hétvégét kívánok mindenkinek, sok sikert, és halljuk egymást jövő pénteken. Sziasztok, további szép estét mindenkinek!